A polgármesteri hivatal dísztermében gyűltek össze a Kárpát-medencei szakképző iskolák diákjai és tanárai péntek délután, ahol hivatalos keretek között nyitották meg az immár 10. vers- és prózamondó versenyt. Elsőként Árva István köszöntötte a jubileumi rendezvényen megjelenteket. Egy olyan versenyen vagyunk mi most itt jelen, amely a Kárpát-medencei népeket valamilyen módon egyesíteni képes. A versettől már hungarikummá is válik, és attól lesz nagyjá, mert egyedül talán a világon, Magyarországon lehet igazán, szépen, jó verset mondani. A polgármester hozzátette, minden verseny azért fontos, mert itt van lehetőségük az új tehetségek megszületésének. Biztos, hogy közületek is sokan kikerülnek majd olyanok, akik a versenyt később más módon, akár professzionális módon is foglalkozni fognak, de ezt valahol el kell kezdeni. És hát hol máshol legjobb helyen, mint itt, Mosonmagyaróvár, ezen a helyszínen, aminek nagy szeretettel adott helyet, Mosonmagyaróvár város. A Kárpát-medencei iskolák versenyét először 1998-ban szervezték meg, majd 2 évente volt lehetőségük a diákoknak bemutatkozniuk és saját korosztályukban összemérni tehetségüket. A rendezvényen minden alkalomból különböző témákban kellett szavalniuk vagy prózát mondaniuk a tanulóknak, így szerepelt már az államosítás, a reneszánsz kor, Illyés Gyula vagy éppen Kosztolányi Dezső a témák között. Idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évforduló tiszteletére az október 23-ai eseményekről emlékeztek meg a költészet segítségével a hétvégén. A versenyre a határon túlról is érkeztek diákok, és idén is képviseltették magukat a szlovák és az erdélyi iskolák. A verseny létrejöttét és a támogatást Kisné Német Éva köszönte meg a megnyitón. A verseny létrehozásával azt akartuk elérni, hogy a szakmát tanuló fiatalok is olvassanak, tanuljanak szép prózai műveket, és lélekemelő, lelket nemesítő verseket. Ezen célok megvalósításához kerestünk és találtunk társakat, támogatókat. Köszönjük segítségét városunk polgármesterének és önkormányzatának, akik a kezdetektől segítőink voltak. A verseny zsűriében Ficere Béla színész, Urai Péter rendező, koreográfus, valamint Havas Judit előadó művész foglaltak helyet. A hivatalos megnyitó rendezvényt a Levéli Általános Iskolások ünnepi műsora zárta.